25 éves évfordulóját ünnepelte hétvégén a Válicka Citera barátok egylete a Botfai közösségi házban. Az egyesület feladata már a megalakulás kezdetekor is a Válicka Citera zenekar támogatása és fenntartása volt. Emellett az alapítók célul tűzték ki a nemzetközi kapcsolatok megteremtését és a citera zene népszerűsítését. A jubileumon Gyimesi Endre volt polgármester visszaemlékezett az önkormányzat és a botfai közösségi kapcsolatára. Továbbá kiemelkedőnek nevezte a botfai hagyományőrző tevékenységét. Az ünnepségen fellépett a Válicka Citera zenekar, valamint az Alaszent Mihály Nóta és népdalkör. Kovács Flórián akkori, ezelőtt 25 évvel volt a VMK-nak az igazgatója. Ő javasolta, hogy alakítsunk már akkor meglévő 14 éve létező zenekarnak a támogatására, meg a fenntartására egy civil szervezetet. Mert az intézmények idővel, mind ahogy az lett is, ezeket a funkciókat nem fogják tudni ellátni. Tehát az iskolák, az művelődési házakra nem az a szerepe, ami a helyi értékeknek a felkutatása és a fenntartása. Na most, mivel hogy már létezett egy citera zenekar, amelyik már ezeket az értékeket tartalmazta és magába foglalta, alapja volt annak, hogy ezt az egész helyi kulturális hagyományt tovább vigyük, és erre volt alkalmas az egyesület.